A meccs előtt azonos mutatóval rendelkező csapatok találkozóján a vendégek kezdtek jobban, a kékcápák 6 ponttal megnyerték az első negyedet. A második 10 percben újabb 1 pontot tettek hozzá előnyükhöz a nyíregyháziak. A harmadik negyedben fordított a honvéd olyannyira, hogy már 9 ponttal is vezetett a házigazda. A vendégek azonban újítani tudtak, 71-71-nél utolérték ellenfelüket, és jó hajrájuknak köszönhetően végül 7 pontos győzelmet arattak a közvetlen rivális otthonában. A honvéd nagyon nehezen adta a bőrét. Ők egy viszonylag jó játékos kerettel rendelkező csapat, akik szervezetten kosárlabdáznak, de meglepetésünkre tegnap berekedtek is, és harcoltak keményen, úgyhogy nekünk is fel kellett venni ezt a harcmódot. És nagyon örülök annak, hogy az utóbbi időben néhányszor már megmutattuk, hogy szépen tudunk kosárlabdázni, de meg tudnak minket törni egy ilyen verekedős, kemény védekezéssel. Ez most nem sikerült, néhány pillanatra megtorpantunk, de szerencsére a végén mégiscsak a magunk javára fordítottuk a találkozót. A nyíregyházi csapat legeredményesebb játékosa Czura Attila volt, aki 27 ponttal vette ki részét a győzelemből. Nagyon örülök, hogy egy ilyen idegenbeli győzelmet el tudtunk hozni. Tényleg nagyon jó hangulatú volt a mérkőzés. A meccs első fél ideje után én azt hittem, hogy könnyebb lesz a vége. Nem erre számítottam, de a harmadik negyedben igazából volt egy ilyen áramszünetünk, ahol hirtelen kaptunk 9 pontot talán, és igazából magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Debrecen-Miskolc 184, Mavc-2-Eger 105-98, Békés-Hódmezővásárhely 82-76, Salgó-Tarján-Tiszaújváros 72-75 és Óbudai-Kaszások-Nagykőrös 104-82. A tabella élén a Miskolc áll 12 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 10 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. A hétvégén nem rendeznek fordulót a bajnokságban, a kékcápák Győrben a HEP Kupa 4-es döntőjében lépnek majd pályára.